Ha zene, Bartina Néptánc Egyesület, Big Band, akkor Falusi Mária. Egykori tanítványai azt mondják Mariról, mint ahogy mindenki hívja, hogy Szekszárd zenei életének kikerülhetetlen figurája volt, és még a mai napig is az. Az együtt átzenélt évekről, évtizedekről mindenkinek más emlék jutott eszébe. Falusi Mária 1966-tól tanított engem, tehát mi voltunk az első évfolyama. Előtte a Bécsről jöttek fiatal zenészek oktatni. Neki köszönhető az, hogy igazán megszerettem a zenét, bele szerettünk a kamarazenélésbe, és ez olyan bátorságot adott, hogy később a Műegyetemi Szimfonikus Zenekarba játszottam, aztán 15 évig a Szekszárd Big Bandbe, és hát most hozzáöregettem a tárogatóhoz, és örülök neki, hogy Szekszárdon megszólal. Ugye Mart János bácsi sokáig játszott itt, és ugye többször hívtak az alsóvárosiak, mivel én az Arany János utcában laktam valamikor, hogy játszam a rendezvényeiken, úgyhogy szívesen jövök Szekszárdra. Megszerettette velünk a zenét, tehát következetes volt, szigorú volt, de ugyanakkor partner volt. Annak idején alakítottunk egy fafúvós triót Péter Figáborral, aki sajnos már régóta nem él, Teisz Aranka, illetve Klézli Erzsi játszottak benne, Helikonon játszottunk, fesztiválokon nagyon nagy sikerrel, és Mari mindenhova elkísért, fölkészített bennünket, és nagyon sok örömet jelentett ez nekünk. Volt egy fehér egyensapkánk, amit az Ari édesapja csinált, azt ő is viselte, tehát mindenképpen olyan volt, akitől tényleg tanulni is lehetett. Ugyanakkor például a keszthelyi Helikonon a legnagyobb vetélytársnak, a klarinétosának elromlott a hangszere, és a Mari az első szóra az elmerét kölcsön adta neki, és azzal lettünk mi csak másodikak. De megtanultuk azt, hogy nem mindig a győzelem a lényeg, tehát nagyon fontosak az emberi kapcsolatok. A mai Bartina elődjének a Szekszárdi Szövetkezeti Néptánc Együttes zenekari kíséretét látta el Falusi Mária és zenésztársai. Akkor még nem léteztek parasztbandák, nem volt ennyi tudásunk a folkrólról, mint ma, és nagyon hálásak voltunk mai szemmel is visszatekintve, hogy így színpadra kerülhettek ezek a koreográfiák. Nagyon sokat jártunk velük, nem Marit ki tudnám emelni, de igaziból olyan sok zenésszel, Tész Lacival, Teszler Vendi bácsival, Orbán Istvánnal, nagyon sok zenésszel dolgoztunk együtt, a Mari mindig, mi csak Marinak, hát ezért külön elnézést kérek, de nekünk ő a Falusi Mari, mint ahogy a szekszárdiak közül mindenkinek szinte Falusi Mari, mindig ott állt a klarinéttal, tehát változhattak a szólisták, a prímások, a zongora kísérők, mert még zongora kíséret is volt abban az időben, cimbalmos, de a klarinét mögött mindig a Falusi Mari állt. A megyei városokban szinte minden hétvégén felléptünk, megyén kívül és külföldi emlékeink, Tambov, Drezda, akkori Csehszlovákia, Algériába jártunk, tehát Tész Laci és Falusi Marival megkerülhetetlenek ezek az évek. Mari Balogh Józseffel is hosszú éveket zenélt végig, aki szerint a zenészek között, így köztük is különleges baráti kapcsolat alakult ki. Nagyon sok szép közös emlékünk volt, akár a Szekszárd Big Banddel, akár szegény elhunyt Lányi Péter barátunkkal, 40 éves jubileum, 50 éves jubileum, mindig valami érdekeset játszottunk, és mindig nagyon jól éreztük magunkat Szekszárdon, és hát én mondom, hogy jól éreztük magunkat Szekszárdon, én nem szekszárdi, de ez egy befogadó város. És a közönség, és a társaság, és a zenész kollégák is mindig otthonossá tették ezeket a koncerteket. Ez egy baráti klub. Persze, zenei közösség. Minden zenész, hogyha zenészeken állna, akkor a világ egész máshogy néz neki. Gondolom két koncert közt egy sörözés. De mindig jobb lenne, mint két koncert közt egy háború. Különben is háborúba hallgatnak a múzsák. Szerencsére most nálunk nincs ilyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a zene az egy nagyon-nagyon nagy lélekformáló és névformáló eszköz. Kötelezővé tenném, mondjuk minden politikusnak. Tulajdonképpen ez az emlékezés, ez már régóta meg gondolataimban megfogalmazódott, ezt még Lányi Péterrel kezdtük el, mert volt egy 25 éves koncert, egy 40 éves, és azon a Balogh Józsi szintén itt volt,
Én elég sok irányba tevékenykedtem a zene területén. A Bartinában 25 évig, a Big Bandben 25 évig, és 50 évet, mint zenetanár dolgoztam. És úgy gondoltam, hogy kell egy utolsó emlékezés is az 50 év után. Mindent szerettem, mindenben volt valami szép, a néptáncban is, a komoly zenében is. Talán nem tudnék különbséget tenni egyiktől sem. Pedig igen nagy különbség van a műfajok, zenei műfajok igen, között. Igen, de hát azért a tanítás, a gyerekekkel való foglalkozás itt is, akik fognak szerepelni, ezek mind az én volt növelékeim. Milyen érzés az, hogy ilyen messzire eljutott egy-egy tanítványa? Hát nagyon-nagyon jó érzés, és remélem, hogy a jövőben is lesznek ilyen növendékek is továbbra. Ebből a néhány évtizedből mire emlékezik vissza legszívesebben a tanításon túl? Gondolok itt valami nagyobb koncertre, valamilyen zenei tehetséggel való együttműködésre. Hát volt, ezekből is elég sok. Mikor én végeztem, akkor tulajdonképpen ez a terem, ez emlékezés nekem, mert akkor még nem volt művészetek háza se, meg Babics se. Minden koncert itt volt, és ezek nagyon szép emlékek voltak számomra. Rengeteg, akkor az Augustházi esték, amikor vasárnap délutánonként hangversenyek voltak, ezek felejthetetlenek.